Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének legújabb videójában. Emlékezetes, hogy néhány héttel ezelőtt Moson-Magyaróváron jártunk, illetve annak közvetlen környezetében, levéltelepülésen, és bemutattuk, hogy hogyan árasztják el a környéket a harmadik világbéli vendégmunkások. Már ott akkor mondtam, hogy ez nem egy egyedi specialitás, nem egy elszigetelt eset, hanem országszerte egyre több információ érkezik vissza hozzánk, hogy hasonló problémákat tapasztalunk. Most eljöttünk ide a kaposvári Kométa húsüzemhez, és itt is megpróbáljuk bemutatni, hogy hogyan árasztják el a, most már Kaposvárt is a harmadik világbéli munkavállalók, indiaiak, pakisztániak, itt például kirgízek, és bemutatjuk azt a problémát, amit Orbán Viktor előre vetített, bár ő ezt nem problémának nevezte, hanem hogy meg kell oldani a munkaerőhiányt Magyarországon, 500 ezer munkaerőre van szükség, ezeket a harmadik világból fogják behozni, mi pedig a magyar dolgozók érdekeiért küzdünk, és egyértelműen a magyar dolgozók érdeke ellen hat ez a folyamat, ugyanis az amúgy sem magas magyar béreket letörik még inkább, és ezzel még jobban felgyorsul a kivándorlás Nyugat-Európába, úgyhogy tartsanak velünk, be fogjuk mutatni itt Kaposváron is, hogy mi a helyzet, és menni fogunk tovább, folytatjuk ezt a missziónkat, és lehetőségeinkhez mérten az ország minden pontjára el akarunk jutni, ahol ilyen probléma tapasztalható. Itt áll mellettem Erdélyi Ákos, a Mi Hazánk helyi választókerületi szervezője, és téged kérdezlek, hogy egyáltalán mi az, ami itt kezd kialakulni Kaposváron? Mióta tapasztaljátok a vendégmunkások jelenlétét? Köszöntöm a kedves nézőket, és már pár hónapja jelentkezett ez a jelenség, legfőképpen egy helyi szimpatizáns keresett meg azzal, hogy egyre többen vannak ugye a gyárnál, itt a Kométánál, a harmadik világból érkező munkások, és mondta, hogy nagyon aggasztja őt ez a probléma, mivel több munkatársa is azért hagyta itt utána a céget, ugye a vállalatot, mert nem szeretnének ugyanazért a bruttó bérért itt dolgozni, amit ugye a vendégmunkásoknak kifizetnek, hiszen ők ugye nem is adóznak annyit, mint a magyar munkavállalók, és ezért többet kapnak készhez, és ezt nagyon megalázónak érzik a helyi dolgozók, és így egyre jobban, egyre inkább felváltja őket a különböző harmadik világból érkező munkavállalók. Ugye, mint ismeretes, még tavaly nyáron a kormány hozott egy rendeletet, hogy munkaerő kölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül jöhetnek harmadik világbéli vendégmunkások, most pedig el akarnak fogadni egy törvénytervezetet is, amivel még inkább úgymond intézményesítené ezt az egész folyamatot, tehát ennek tükrében egy tendenciát látunk itt Kaposváron is, tehát hogy látjátok, egyre többen jönnek? Igen, igen, meg most már azt is látjuk, hogy ha elmegyünk például a főtérre a városba, akkor ott is megjelennek már egyre nagyobb számmal ezek a külföldi vendégmunkások, és ott sétálgatnak, tengetik ugye a napjaikat, amikor éppen nem dolgoznak, és minden színben lehet már lassan ugye őket látni, hisz érkeznek Ázsiából, Indiából, akár Pakisztánból is, és ez a jelenség úgy látszik, hogy egyre inkább csak fokozódni látszik. Mi a helyiek tapasztalata, vagy ti mit hallotok, hogy ugye az átlag kaposvári lakos mit szól ezekhez? Hát értetlenül áll azelőtt, hogy miért van erre szükség, mert úgy érzik, hogy igazából évekkel ezelőtt is meg lehetett oldani a munkaerőhiányt más módon, és nem értik, hogy miért van erre szükség. Mint ismert, ugye itt Kaposváron is megjelentek harmadik világbéli vendégmunkások. Te, mint megyei elnök, hogyan látod ezt, mi a véleményed erről? Milyen hatással lehet ez itt a helyi munkaerőpiacra, a magyarok fizetésére, úgy egyáltalán a közbiztonságra? Mi a véleményed? Hát igen, sajnos itt is megjelentek az ázsiai vendégmunkások, ugye főleg most a Kométánál, ahol itt a Flamingo panzióban vannak elszállásolval, és ez leveszi a béreket, és ugye indiaiakat is hoztak be, és akkor egyszer egy sajtótájékoztatón azt mondták, hogy négy fajta csoportba teszik az indiai vendégmunkásokat, de nagyon jó tanulnak, és a negyedik csoportba beleteszik őket, és még fognak betelepíteni Kaposvárra.
vendégmunkásokat, ebbe látják a jövőt, mert ugye a béreket így tudják lenntartani, és így a magyar emberek nem kapnak megfelelő fizetést, bért és támogatást, ami a megélhetésüket biztosítja. Kaposvár se kér a vendégmunkásokból, és szeretnénk, ha tisztességes béreket kapnák a fizetésből, bérből érő emberek, és ezért dolgozunk, és ez a mi hazánk. Bejövünk a munkás szállóra, körülnézünk. Több emeletes munkás szállóról van szó, folyosónként több tucatnyi szoba, ez azért jelzi, hogy hányan lehetnek jelenleg. Itt látható néhány instrukció, és amint látjuk a képeken, bizony nem magyarul van kiírva. És a végére értünk, 40 szoba van a vendégmunkások számára, ebből nagyjából ki lehet számolni, hogy csak ebben a szállóban hányan vannak.